Sziasztok, Szandra vagyok. A mai videóban nasolni fogok, illetve mindenféle rágcsálnivalókról és édességekről lesz szó, de nem akármilyenekről, hanem olyanokról, amit IR-esek, terhességi cukorbetegek, illetve életmódváltók fogyaszthatnak. Viszont mielőtt megmutatnám, illetve megkóstolnám ezeket a nasolnivalókat, szeretnék egy picit úgy általánosságban beszélni magáról az inzulinrezisztenciáról, illetve arról, hogy mire is kell odafigyelni, hogyha IR-esként szeretnénk valamit nasolni, mire figyeljünk oda a boltban, illetve mi alapján válasszunk. Még itt a videó elején szeretném leszögezni, hogy én nem vagyok orvos, nem vagyok dietetikus, nem vagyok táplálkozási szakértő, viszont én magam is IR-es vagyok, így elég sok mindent tanultam az évek alatt arról, hogy mit is ehet egy IR-es, meg mire kell odafigyelni, viszont hogyha nektek bármilyen kétségetek van a diétátokkal kapcsolatban, hogy mit is ehettek, meg mit nem ehettek, akkor mindenféleképpen kérjétek ki az orvosotoknak, vagy a dietetikusotoknak a véleményét. Én csak itt a saját meglátásaimmal, illetve tapasztalataimmal próbálok egy picit segíteni nektek, illetve informálni titeket. Ja, és még annyi, hogy ezt a videót nem kizárólag IR-eseknek ajánlom, hanem terhességi cukorbetegeknek is, illetve olyanoknak, akik életmódváltás előtt állnak, vagy egyszerűen csak szeretnének egy picit jobban odafigyelni arra, hogy mit is esznek, és egy kicsit egészségesebben táplálkozni. Kezdjük akkor azzal, hogy mi is az az inzulinrezisztencia, vagy rövidítve IR. Az interneten kismillió oldalon találtok erről mindenféle szakorvosi, szakszövegekkel tűzdelt megfogalmazást, de én találtam egy olyat, ahol közérthető módon van leírva, hogy mi is ez a betegség. Be fogom majd linkelni a videó alá, hogy hol találtam ezt a leírást róla. Szervezetünk egészséges működéséhez az energiát a cukor biztosítja, amit a vér szállít minden szervünkhöz. Arról pedig, hogy a cukor a sejtjeinkbe kerülhessen, az inzulin hormon gondoskodik. Normális esetben, ha nem jut cukor a szervezetbe, akkor nem termelődik inzulin. Zavar esetén több inzulin termelődik, mint amennyinek kéne, és ez további komoly betegségeket és súlyos tüneteket idézhet elő. Az IR többek között lehet a cukorbetegség előszobája, de a meddőséggel, sőt daganatos megbetegedésekkel, pszichés gondokkal is összefüggésbe hozható. Tehát az IR az tulajdonképpen egy anyagcserezavarbetegség, és valóban így van, hogyha nem kezelik, akkor abból a későbbiekben cukorbetegség lehet. Nálam az inzulinrezisztencia az akkor derült ki, miután megszületett Lili, terhességi diabéteszem volt, amikor terhes voltam Lilivel, és ugye mondták, hogyha ugye megszületett a baba, akkor utána ellenőrizni kell ismét a cukor, illetve inzulin értékeimet, mert normál esetben ezek ugye a szülés után x hónappal visszaállnak normál értékre, viszont ha nem, akkor ott probléma van, és hát sajnos kiderült, hogy inzulinrezisztencián van. Az IR-t azt úgy tudják megállapítani, hogy elküldenek egy legalább 3 pontos cukor és inzulin vérvételre, és akkor ez alapján tudja megállapítani a szakorvos, hogy nálad fennáll-e a betegség. Ha enyhe IR-ről beszélünk, azt általában diétával, illetve rendszeres sporttal kezelni lehet. Ha viszont súlyosabb, akkor általában szoktak már gyógyszert is írni rá. Az inzulinrezisztencia nem gyógyítható, viszont az előbb felsorolt kezelési módokkal tünetmentessé tehető, illetve normál szintre hozhatók az értékek. Viszont hogyha valaki visszatér a korábbi életmódjához, tehát nem figyel oda az étkezésekre, illetve hanyagolja a sportot, akkor az értékei újra le fognak romlani. Itt nem hetekig tartó diétáról beszélünk, hanem az IR kezeléséhez életmódváltás szükséges, tehát mind az étkezésre oda kell figyelni, mind a sportolásra. Ami a diétát illeti, leggyakrabban a 160 g szénhidrát diétát szokták előírni. Én is ezt csináltam évekig, és nagyon bevált, de nagyjából egy évvel ezelőtt váltottam, és én most már az időszakos böjtölést csinálom kicsit több, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy van egy pár órás idősáv a napomban, amin belül étkezem, és ezen az idősávon kívül viszont csak vizet fogyasztok, vagy még esetleg ízesítetlen teát. Én nem számolom a kalóriákat, illetve nem számolom a szénhidrátokat sem, viszont odafigyelek arra, hogy mit eszem, tehát az ételek összetevőit tekintve figyelembe veszem az
ilyen diéta szabályait. Na és akkor innen kanyarodjunk át a nassolnivalókra. Gyakran felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán szabad-e egy IR-esnek nassolnia? Én azt gondolom, hogy itt az arany középutat kell megtalálni. Értelemszerűen nem csokikkal, meg rákcsálnivalókkal kell jól lakni, meg nem szabad, hogy ezek tegyék ki az étkezéseknek a nagy részét, viszont szerintem nem tilos nassolni, csak nyilván oda kell figyelni arra, hogy mit nassolunk. Nyilván, hogyha valaki egyáltalán nem kívánja ezeket, akkor tök jó, ne nassoljon, de hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon szívesen megenne néha egy kis csokit, vagy valami kis finomságot, akkor szerintem nyugodtan tegye meg, csak figyeljen oda, hogy olyasmit válasszon, ami beilleszthető az IR-es étrendbe. Annyira szeretnék a nassolás szóra egy szinonimát találni, de nem hiszem, hogy fogok, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy ebben a videóban legalább 57-szer fog elhangzani a nassolni szó. És akkor itt jön a kérdés, hogy mit nassolhat egy IR-es? A két fő kritérium az az, hogy ne tartalmazzon hozzáadott cukrot, illetve teljes kiölésű lisztből készül. Na most kezdő IR-eseknél szokott az előfordulni, hogy bemennek a boltba, meglátják, hogy valamire rá van írva, hogy cukormentes, beteszik a kosarukba, és szépen boldogan mennek a kasszához. Na most ez sajnos nem ennyire egyszerű, nem elegendő a nagy feliratokat megnézni a csomagolás elején, hanem mindenféleképpen meg kell nézni az összetevő listát is. Nem a tápanyagtáblázatot, az is egy fontos dolog, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy a terméknek az összetevőit megnézzétek, és ott keressétek meg, hogy valóban nem tartalmaz-e cukrot. Itt is sokan elkövetik azt a hibát, hogy a cukorszót keresik leírva, és hogyha azt nem találják, akkor megörülnek, hogy abban az adott termékben nincsen finomított cukor, és akkor nyugodtan meg lehet enni. De sajnos ez sem így van. A cukornak rengeteg különböző fajtája és neve van. Én most felolvasok nektek néhányat. Barna cukor, gyümölcscukor, nátcukor, kókuszcukor, invercukor, glükóz, fruktóz, dextróz, maltóz, szaharóz, melasz, maltodextrin, karamell, glükóz, fruktóz, szirup, kukoricaszirup, keményítő szirup, juharszirup, agave szirup, rizs szirup, méz. Ha ezek valamelyikét látjátok egy termék csomagolásán, akkor ne vegyétek meg, mert ezeket sajnos nem fogyaszthatjátok IR-esként. A másik nagy átverés azok a teljes kiörlésű termékek. Rengetegszer látom hatalmas felirattal, dobozokon, csomagolásokon, hogy teljes kiörlésű gabonapehely, teljes kiörlésű keksz. Itt is mindig nézzétek meg az összetevőket, ugyanis nagyon sok esetben ezek a hatalmas, teljes kiörlésű feliratok, ezek ilyen 5% teljes kiörlésű lisztet jelentenek az összetevők között, ami nagyon-nagyon kevés, és ezt így ilyen formában nem fogyaszthatjuk IR-esként. Ahhoz, hogy egy termékre azt mondhassuk, hogy ez kompatibilis az IR diétával, ahhoz legalább 70%-ban kell tartalmaznia teljes kiörlésű lisztet, mármint az összliszt mennyiséghez viszonyítva. Tehát alapvetően nem gond, hogyha van benne liszt, csak akkor az nagyobb részt teljes kiörlésű liszt legyen, vagy olyan liszt, amit fogyaszthatunk IR-esként, ugyanis nagyon sok ilyen kekszben van például rizsliszt, vagy kukoricaliszt, és ezek sajnos nem passzolnak az IR diétába. Aztán érdemes még arra is odafigyelni, hogy milyen eljárással készült az az adott nasi. Tehát például ezek a különböző puffasztott rákcsálnivalók nem feltétlenül a legjobbak. Én azt mondom, hogy ezek alkalomattán fogyaszthatók egyéni érzékenység függvényében, tehát hogyha te nem vagy rosszul tőlük, nincsenek mindenféle negatív hatásai annak, hogyha eszel valamilyen puffasztott rákcsálnivalót, akkor azért alkalmanként lehet ezekből is fogyasztani, de nem feltétlenül a legjobb opció. Illetve van még egy dolog, amit érdemes figyelembe venni, ez pedig az, hogy az édesítővel készült nassolnivalók sok esetben gyomorpanaszokat, illetve akár hasmenést is okozhatnak. Ez egyébként rengeteg ilyen édesítős csokira, meg édességre rá is van írva. Ha valami újat próbáltok ki, akkor érdemes először csak egy kicsit enni belőle, mert lehet, hogyha mondjuk megesztek egy egész szelet csokit, akkor utána a WC-n töltitek a délutánt. Ez is egyébként egyéni érzékenység függvénye, szóval valakinek egyáltalán nem bántják a gyomrát ezek az édesítők,
de van olyan, akinek már egy egészen picike kis édesítős csoki is gondokat okozhat. Na és akkor nézzük a konkrét nassolnivalókat. Lesz itt néhány olyan, amit már próbáltam, ismerek és szeretek, és szívesen ajánlom nektek is. Illetve van néhány olyan is, amit most vettem először, és itt ebben a videóban fogom kipróbálni. Hát ez egy izgalmas kis kísérletezés lesz. Elsőként itt van a Korpovit Kex, amit szerintem egyetlen IR-esnek sem kell bemutatnom. A Korpovit Kexel én akkor találkoztam először, amikor kiderült a terhességi cukorbetegségem. Vettem egy csomaggal belőle, megkóstoltam, és egyszerűen nem bírtam megenni, tehát olyan volt, mint a fűrészpor. Én azóta nem is vettem, egészen az elmúlt hétig, amikor is vettem egy csomag Korpovit Kexet, és egyébként ez az Instagramnak a hatása. Most többen is elkezdték reklámozni a Korpovit Kexeket, ugyanis az eredeti teljes kiölésű verzió mellett most van két újabb változat is, viszont nekünk IR-eseknek csak az eredeti verzió a jó, ugyanis azt hiszem a másik kettőben vagy cukor van, vagy tehát van valami benne, ami nem jó nekünk. Én ezt úgy szoktam enni, hogy sajttal, kis olívabogyóval, uzsonnaként, vagy snackként, vagy nem is tudom, de így nagyon-nagyon szeretem. Önmagában sem rossz annyira egyébként, én rosszabbra emlékeztem, tehát hogy nem tudom, hogy megújult a receptúrája az évek alatt, vagy annó is ilyen volt, csak akkor nagyon nem vette be a gyomrom, már nem tudom, de hogy tök jól megbarátkoztam vele, nagyon jó kis alap az IR diétában, úgyhogy szerintem ezt érdemes otthonra beszerezni. A másik termék, vagy inkább márka, amit szerintem szinte minden IR-es ismer, az a Gullón. Ennek a márkának rengeteg olyan keksze van, amit IR-esek fogyaszthatnak, viszont nagyon-nagyon nézzétek meg, mert nem mindegyik Gullón keksz IR diéta kompatibilis, van több olyan keksze is, ami nem teljes kiölésű lisztből készült. Majd beteszek ide egy képet, amin rajta vannak azok a kekszek, amiket mi fogyaszthatunk. Nekem ebből a fajtából szinte mindig van egy csomaggal itthon. Sütéshez is nagyon jó, meg úgy önmagában is elrágcsálni. Aztán itt van a Jóreg Vável csoki, amit szerintem szintén majdnem minden IR-es ismer. Ebből ugye van ez a kis szeletes verzió, de van nagyobb táblás is. Mondjuk megmondom őszintén, hogy én ilyen sima tejcsokit nem szoktam nassolgatni, én inkább sütéshez szoktam venni. Azt hiszem ebből van többféle ízesítés is, és ami külön pluszpont az az, hogy pálmaolajmentes. Ezt a csokör, vagy sokör csokit, ezt az Aldiban lehet kapni, négyféle verzió van belőle, van ez a mogyoró darabkás tejcsoki, van sima tejcsoki, van sötét csoki, illetve van egy málnás fehér csoki, ami egyszerűen isteni finom. És hát a nagy kedvencem, a Knuspi, amire egy időben nagyon-nagyon rá voltam kattanva, úgyhogy le kellett jönnöm róla egy picit. Ezt az Aldiban lehet kapni ilyen ötös pakban, és nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem körülbelül 300 forintba kerül. Viszont figyeljetek oda, mert ebből létezik másik verzió is, ami viszont nem IR kompatibilis. Azt vegyétek, amire Folkorn van ráírva. És a másik nagy kedvencem az ez a sajtsznek, sajtchips, vagy nem is tudom, hogy micsoda, ropogós, sült sajtsznek van ráírva. Ez konkrétan olyan, mint egy nyelvtörő. Egyszerűen isteni finom, és ez is nagyon addiktív. Viszont ez a kis 50 g-os csomag, ez valami 800 forintba kerül, hihetetlenül drága, és egyébként ez általában azért elmondható szerintem az IR diétába beilleszthető édességekről és nassolnivalókról, hogy nem feltétlenül olcsóak. Szóval nem olcsó, cserébe viszont baromi finom, egyébként a DM-ben vettem, hogyha valakit érdekel. Na és akkor most jöjjenek azok az IR kompatibilis nassolnivalók, amiket még nem kóstoltam soha. Az egyik az a Snack Fun csicseri borsó pörkölt, mármint nem csicseri borsó pörkölt, hanem pörkölt csicseri borsó barbecue ízű. Ezt az Aldiban vettem, és az összetevők csicseri borsó, napraforgóolaj, tengeri só, paprikapor, vöröshagymapor, fokhagymapor. Ilyen kis golyók. Hát nyilván csicseri borsó. Az a fogam volt? Nem rossz! Egy kicsit lehetne intenzívebb a fűszerezés, lehet, hogy akkor jobban ízlene. Egyébként nagyon jó ropogós. Igazából nem rossz, de annyira nem az én világom. Nekem egy kicsit
semmilyen ízű. Ez volt az egyetlen sós rákcsálni való, úgyhogy azért ezt kóstoltam meg elsőnek. Jöjjön a következő, ami egy Biotekusa Zero Bar csokoládé karamell ízű fehérje szelet édesítőszerekkel. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz, maltit benne az édesítő, illetve szukralóz. Az az igazság, hogy én nem nagyon szoktam egyébként ilyen protein szeleteket venni, de ez most valamiért színbi lett, úgyhogy arra gondoltam, hogy megkóstolom. Mutatom, hogy hogy néz ki. Na nézzük. Ezért nem szoktam fehérje szeletet venni. Kicsit olyan nekem, mint a fűrészpor. Pedig amúgy nincs rossz íze, kellemesen karamellás, enyhén csokis, állaga az nekem nem jön be. Legyen a következő, ez a Safireform fekete erdőszelet, ami vegán, gluténmentes, 0% hozzáadott cukor, élelmirostban gazdag. Ebben eritrit van, illetve steviol glikozidok. Nem nagyon szoktam ilyen szafis cuccokat venni, mert nincs kedvem rendelgetni, és itt a környékünkön meg nincs olyan bolt, ahol lehetne kapni. Vagyis hát most már a Rossmannban lehet egy-két ilyen szafis cuccot kapni, de nem tudom, valahogy annyira nem hoznak lázba a szafis termékek. Eddig ér a csoki. Tehát itt van a csomagolásnak a vége, és eddig ér a csoki. Mindegy, hát ha finom. Így ránézésre úgy néz ki, mintha sportszelet lenne, vagy nem is tudom. Fú, de hasonlít valamire az íze. De már nem mondom, hogy mire. Érezni rajta ezt a, nem is tudom, ilyen meggy aromát, vagy cseresznye aroma, meggy sűrítmény, igen, lehet, hogy ennek az ízét érzem. Nem annyira az én ízvilágom, viszont sokkal kellemesebb állaga van, mint a Biotekusás fehérje szeletnek, szóval ha már a kettő közül választanom kellene, akkor lehet, hogy inkább ezt tenném meg. Így össze kéne gyúrni a kettőt egyé, ennek az állagát szeretném a Biotekusás szeletnek az ízével, és akkor imádná. A következő, amit meg fogok kóstolni, az a Canderel Gorgeous Milk tejcsoki édesítőszerrel, szintén hozzáadott cukor nélkül, maltitól az édesítőszer. Hát ez egy ilyen basic tejcsoki szelet. Ez finom. Ennek sincs rajta az ára. Akkor ezt is a Rossmannban vettem valószínűleg. Bocsi. A következő, amit meg fogok kóstolni, az egy gumicukor, mégpedig a Beauty Sweeties cukormentes nyuszik, gyümölcszeléből és gyümölcsös habból, Q10 koenzimmel, aloe verával, biotinnal és édesítőszerekkel. Na most elbizonytalanodtam, mert hogy megnéztem az összetevőket. Édesítők, steviozid, maltitól, viszont van benne módosított keményítő, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt fogyaszthatják IR-esek, mert általában a keményítők azok nem IR-kompatibilisek. Viszont én ezt most mégis meg fogom kóstolni. Erre is rá van írva, hogy túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet, mely kb. 5 darab nyuszi elfogyasztása után jelentkezhet. Ezt mondjuk tök jó, hogy ezt így ráírták, hogy hányat kell megenned belőle ahhoz, hogy a WC-n kössél ki. Így néz ki a kis nyuszika. Az íze az nagyon jó, viszont rátapad a fogamra. Annyira ragadós. Ez a gumicukor 850 forintba kerül, viszont mondom, ezt meg kell néznem, mert lehet, hogy ez a keményítő miatt nem jó. És már csak 2 darab keksz maradt a végére, mindkettőt a DM-ben vettem, és mindkettőből létezik többféle verzió is, viszont nem mindegyiket lehet beleilleszteni az IR diétába, úgyhogy jól nézzétek meg, mielőtt megveszitek. Ezt a kókuszos citromos ízesítésű majomkenyérkekszet, ezt ehetik IR-esek, viszont ez xilittel van édesítve, amit én egyrészt nem annyira preferálok, mivel egy picit érzékeny a gyomrom a xilitre, illetve hogyha valaki a 160 g szénhidrát diétát csinálja,
akkor ott figyelni kell a xilites dolgokra, mivel ez egy olyan édesítő, aminek számolni kell a szénhidrát tartalmát, ellentétben mondjuk az eritrittel vagy stíviával. Minden esetre ezt most meg fogom kóstolni. Így néz ki a kis kekszecske. Egyébként az illata az finom, kókuszos. Az egy ilyen nagyon puha keksz, tehát nem kemény és nem ropogós. Inkább olyan, mint egy ilyen linzer tészta, vagy nem is tudom. Egyébként jó íze van. A citromot mondjuk annyira nem érzem rajta. A kókuszt azt sokkal inkább. Nem rossz. Nem azt mondom, hogy kirobbanó ízű, de finom. Ez a kis 50 g-os csomag, amiben olyan 6-7 keksz lehet, ez 600 forintba kerül, és ezt is a DM-ben vettem. És akkor végül, de nem utolsó sorban, itt van ez a Glulus csokis süti, ami hozzáadott cukortól mentes, gluténmentes zabliszt van benne, barna rizsliszt, kölesliszt, zabpehely, és eritritollal van édesítve. Hú, de jó csokis illata van! Ez ilyen kis picike, sokkal kisebb, mint a majom kenyeres keksz volt. Na és ez ma, az kemény. Ez nagyon kemény az a keksz. Ennek olyan semmilyen íze van. De tényleg. Nem azt mondom, hogy nem finom, de valahogy olyan íztelen az egész. Vagy tehettek volna bele egy kicsit több kakaót, vagy egy kicsit több ilyen cukormentes étcsokit, de olyan kis vérszegény. Ebből a 100 g-os csomag 460 forintba került a DM-ben. Még ezt lehet, hogy a gyerekek szívesen elrágcsálják majd, hogyha nem, akkor kenek rá nekik egy kis lekvárt. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a kedvenc IR barát vagy cukormentes nassolnivalótok. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok! Az a legjobb.